Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Tapolcai Városi Televízió programajánlóját látják. Senior örömtánc, mozgás, öröm, agytorna, hogy ne felejtsünk. Minden érdeklődőt várnak novembertől Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnokban, csütörtökönként 9:30-tól. Nem kell sem partner, sem előzetes tánctudás, ami szükséges gumitalpú váltócipő. A foglalkozására 500 forint per fő per alkalom. A Tapolcai Római Katolikus Plébánia Boldog Özséb Alapítvány Cecília napi orgonakoncertet szervez a Tapolcai Római Katolikus templomban. Rupert István zongoraművész koncertje november 23-án, pénteken 17 órakor az esti mise előtt. Az elhangzó művek Giovanni Morandi, Offertorino, Vincenzo Bellini, G-dur szonáta, Giuseppe Verdi, V. Penzierb, Anna Bucco című operából, John Stanley, D-moll voluntari, Allegro, Adagio, Allegro, Liszt Ferenc, előjátéka, Szent Erzsébet legendája című oratóriumból, Hozsanna, Richard Wagner, Liszt Ferenc, Zarándok kórusa Tannenhauserből. A szervezők ezzel a koncerttel szeretnének feléleszteni egy régi hagyományt, folytatni a Cecília napi koncertek sorát. Minden érdeklődőt szeretettel válnak. A Tapolcai Musical Színpad bemutatja Én és a kisöcsém című zenés vígjátékot. A november 22-e péntekre, valamint a november 23-a szombatra meghirdetett előadásokra előzetesen minden jegy elkelt. A november 24-i vasárnap 18 órára meghirdetett ráadás előadásra még válthatóak jegyek az előadás helyszínén a Tamási Áron Művelődési Központban 1600 forintos áron elővételben, illetve majd a műsor előtt is. Támogatók: Tapolca Kft., Tamási Áron Művelődési Központ, Tapolca Város Önkormányzata és Csigó Művészeti Galéria. Miért jutott ide a világ? Dr. Reisinger János irodalomtörténész és Kecskeméti János a Szóla Rádió munkatársának előadássorozata hétfőnként 18 órai kezdettel a Tamási Áron Művelődési Központban. November 25-én mit mondott Jézus az állami és egyházi vezetőkről, december 9-én pedig miért jött és jön el Jézus Krisztus a világra témában hallgathatnak meg előadásokat az érdeklődők. A Bacsányi Képzőművészkör Átváltozások című kiállítása november 28-áig naponta 16 és 19 óra között tekinthető meg a Voke Bacsányi János Művelődési és Oktatási Központban. Nincsen történetem, csak úgy kitalálom. Az éntől a közösségig a popzenében és a kortárs irodalomban dr. Beck Zoltán előadása Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központban november 28-án csütörtökön 18 órától. A Lelki Egészségfejlesztési Központ újabb előadása kerül megrendezésre, ahol dr. Beck Zoltán, a népszerű 30Y frontembere, a PTE egyetemi adjunktusa, a PTE Zen szakmai igazgatója, feleségével, dr. Andl Helga nevelés szociológussal, a PTE egyetemi adjunktusával fog előadást tartani. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Előzetes regisztrálása leg.tapolca@gmail.com e-mail címen, de a férőhelyek függvényében a helyszínen is lesz lehetőség a regisztrációra. További információk a Lelki Egészségfejlesztési Központban, illetve annak elérhetőségein. Harry Potter szabadulószoba Tapolcán. Van egy szabadórátok? Akkor próbáljátok ki, ki tudtok-e jutni ügyességgel, logikával. A Vass Albert Könyvtár és Múzeum második emeletén november 30-áig nyitva tartási időben. Maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes bejelentkezés személyesen a könyvtárban, illetve a 87-412-328-as telefonszám 12-es mellékén. További információk a könyvtár@vktapolca.hu, illetve a Vass Albert Könyvtár és Múzeum Facebook felületeken. A Lelki Egészségfejlesztési Központ ingyenes gyászfeldolgozó kiscsoportot hirdet novembertől márciusig. Helyszíne a Tamási Áron Művelődési Központ. Második találkozó december 2-a, hétfő, 17 óra. Csoportvezető Szilvágyi Beatrix, gyásztanácsadó, telefonszáma 30-as, 393-48-30. A csoporthoz bármikor lehet csatlakozni igény szerint, akár egy alkalomra is. A csoport célja: gyász folyamatának tudatosítása,
Egyéni különbségek megértése a gyásszal kapcsolatban, a hétköznapok és a kapcsolatlendszer átalakulásának elfogadása, feldolgozás lehetőségeinek megismerése, egyéni lehetőségek és erősségek mozgósítása. Jelentkezés személyesen a Lelki Egészségfejlesztési Központ irodájában, Tapolca, Ady Endre utca 1-3, az orvosi ügyelet épülete, vagy a leg.tapolca@gmail.com e-mail címen, továbbá a 30-as 178 96 08-as, illetve a 30-as 393 48 30-as telefonszámon, továbbá a helyszínen személyesen. A Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczi Pál szakközépiskolája és szakiskolája nyílt napot tart december 4-én szerdán, valamint 2020. január 9-én csütörtökön 10-től 13 óráig a Tapolcadi Szeli intézményében. Várnak minden érdeklődőt egy családias környezetben, barátságos kisiskolában, jól felszerelt tankonyhával, tanműhelyjel és tantermekkel. A Lelki Egészségfejlesztési Központ Mindig van kiút, kis csoport a Lelki Egészségért klubot hirdet februárig. Helyszíne a Lelki Egészségfejlesztési Központ irodája, Tapolca, Ady Endre utca 1-3, az orvosi ügyelet épülete. A második találkozó december 5-e csütörtök 16:30. A csoporthoz bármikor lehet csatlakozni, igény szerint akár egy alkalomra is. Szakszerű segítés kettős csoportvezetéssel. A csoport célja: probléma megoldás, önismeretfejlesztés, önelfogadás, konfliktuskezelés, pozitív gondolkodás, elfogadó attitűd. Jelentkezés személyesen a Lelki Egészségfejlesztési Központ irodájában, vagy a leg.tapolca@gmail.com e-mail címen, továbbá a 30-as 178 96 08-as, illetve a 30-as 178 96 16-os telefonszámon. Vecsei Károly, A természetben élek című festménykiállítása december 5-éig tekinthető meg a Tamási Áron Művelődési Központban. December 12-én, csütörtökön, 18:30-tól 20 óráig hangtálrelaxációt Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központban Ábrahám Beáta vezetésével. Ajánlott, hogy a relaxáció idejére minden érdeklődő hozzon magával polifómot, plédet, párnát, de természetesen ülésre is van lehetőség. További információk a 30-as 303 15 51-es telefonszámon, vagy a tibetihangterapia.hu honlapon, illetve közösségi oldalon. Részvételi díj 1700 forint. 11. forradborfőző verseny december 15-én, vasárnap 14 órától a főtéren. Jelentkezési határidő december 12-e csütörtök. A versenyre várják családok, munkatársak, baráti társaságok jelentkezését. Minden csapat részére biztosítanak a szervezők a főzéshez egy darab sörgarnitúrát, egy darab sörasztalt és kettő darab sörpadot. A csapatok helyét előre kijelölik a szervezők. A hozzávalókról, a főzéshez, a tüzeléshez használt eszközökről, kínáló eszközökről a csapatoknak maguknak kell gondoskodni. Fa tüzelés esetén kérik a szervezők előre jelezzék nekik. Fontos információ, hogy az idei évben kóstolóbögrék nem kerülnek kiosztásra, így arról minden csapatnak magának kell gondoskodnia. A főzőhelyeket a rendezvény napján 13:45 és 14 óra között lehet elfoglalni a csapatoknak, az eszközök szállításánál figyelembe kell venni, hogy a főtér lezárt részére autóval nem lehet behajtani. A verseny 14 órakor indul, a zsűrizés előre láthatólag 15 órától zajlik, eredményhirdetés 16:30-kor lesz. A zsűrizés menetét a nevezett csapatok száma befolyásolja, annak mikéntjéről a verseny kezdetekor informálják a csapatokat. A verseny ideje alatt színpadi és kísérő programok lesznek. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok. További információk a rendezvényszervezés@tapolcakft.hu e-mail címen, vagy a 30-as 565 1130-as telefonszámon, illetve az Advent Tapolca Facebook oldalon. Mézes Mázos, 8. mézes kalácsütő versenyre és kiállításra invitálja az érdeklődőket a Tamási Áron Művelődési Központ. Kiállítás megnyitó és értékelés december 16-án 18 órakor a Hungest Hotel Pelionban. Zsűri: Boronyákné Pap Margit, az Ambrózia Mézlovagrend lovagja, bioméhész, továbbá Gyevnál Kálmán fazekas keramikus, illetve Töreki Pálné, a Borostyán Cukrászda vezetője.
December 9-én és 10-én, hétfőn és kedden 10-től 18 óráig várják a mézes tésztából készült figuláris és díszítéses sütiket a Tamási Áron Művelődési Központban. A kiállítás megtekinthető december 29-éig minden nap. További információk a 30-as 295 96 71-es telefonszámon. A Neoton Família sztárjainak két órás előszilveszteri koncertsója Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnokban december 29-én vasárnap 19 órától. További információk a rendezvénycsarnokban. 8. kolbásztöltő verseny december 30-án 9 órától az évvégi malackodás a Tóparton rendezvény keretében. 9 órától kolbásztöltő verseny játékos feladatokkal, ifjúsági kolbásztöltő verseny 6 fős csapatok részvételével, 5 fő 18 év alatti, 1 fő felnőtt, aki átadja a tudást és a hagyományt. Csapatok jelentkezését várják a kolbásztöltő versenyre, a nevezési lapok megtalálhatóak a Csermák József rendezvénycsarnokban és a tapolcacsarnok.hu e-mail címen. Csapatok jelentkezését várják a kolbásztöltő versenyre. A nevezési lapok megtalálhatóak a Csermák József rendezvénycsarnokban és a tapolcacsarnok.hu honlapon. Nevezési díj nincs. Minden csapat részére 5 kg húst biztosítanak a szervezők. Jelentkezési határidő december 18-a, szerda 16 óra. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok. További információk a 30-as 318 66 35-ös telefonszámon. December 30-án, hétfőn, Delta előszilveszteri buli Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnokban. 21.30-kor kapunyítás, 22 órától DJ Dorian, 23.30-tól Delta, zárás 3 óra 30-kor. A rendezvény ideje alatt büfé üzemel. Jegyek elővételben és a helyszínen is egységesen 2500 forintért vásárolhatóak. Elővételes jegyek Tapolcán a Városi moziban. Az elővételes jeggyel érkezők kevesebb sorban állással juthatnak be a rendezvényre, viszont a rendezvény előtt a helyszínen is lesz lehetőség jegyváltásra. További információk a deltabuli.hu Facebook oldalon. A Tamási Áron Színház bérlet 2019-2020-as évadjának előadásai. November 25-én, hétfőn, 19 órakor, Tapolcai Musical Színpad, Én és a Kisöcsém, zenés vígjáték. 2020. január 13-án, hétfőn, 19 órakor, Gergely Színház, Nő a tét, vígjáték. 2020. február 24-én, hétfőn, 19 órától, Fogi Színház, Az asszony körbejár, Bohózat. 2020. április 6-án, hétfőn, 19 órától, Tamási Áron Színjátszóklub, Adáshiba komédia. 2020. április 27-én, hétfőn, 19 órakor, Bánfalvi stúdió, Nicsak, Kilakik itt, Bohózat. A Filharmónia bérlet 2019-2020-as évadjának előadásait Tapolcán a Tamási Áron Művelődési Központban tekinthetik meg. 2020. február 11-én, kedden 18 órától Miklós Erika koloratúr szoprán és Horváth István tenor harmonika közös estje. Jegyár 3900 forint. 2020. március 17-én, kedden 18 órától Fischer Anni ösztöndíjasok hangversenye. Zemlényi Eszter szoprán, Korosi Karil Zsombor hegedű, Balog Ádám zongora. Jegyár 2400 forint. További információk a Művelődési Központban, illetve a filharmonia.hu honlapon. Bán Marian, Ferenci Noémi Díjas iparművész kerámiáinak, művészetének adózva, Bán Marian emlékszobát avattak a tapolcadiszeli első magyar látványtárban. Továbbá a Feketéről címmel megnyitották az országos hírű kiállítóhely frissen berendezett kiállítását is. Megtekinthető 2020. május 31-éig, nyitva tartásról érdeklődjön a látványter elérhetőségein. Műsorunk végén néhány közérdekű felhívás. Tapolca ünnepi díszbe öltözik, üzlettulajdonosok figyelem! A Tapolca Kft., a Tapolcai Város Szépítő Egyesület, a Városért Egyesület és a Vállalkozók Területi Ipartestülete Tapolca Város Önkormányzatának támogatásával meghirdeti az ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalmat üzletek kirakatának kreatív karácsonyi dekorálására. A jelöléseket és vagy jelentkezéseket kérik névvel, címmel, telefonszámmal és e-mail címmel ellátva december 9-e hétfőig kizárólag e-mailben a rendezvényszervezés@tapolcakft.hu címre elküldeni.
A kidíszített felület értékelésénél előnyt jelent az egyediség, az egyéni elkészítés és a kreativitás. A mozgalomra magánotthonok nem jelentkezhetnek. Minden résztvevő oklevelet, a díjazottak ajándékot kapnak. Az elbírálás helyszíni szemle alapján történik. Az eredményhirdetésre december 15-én, advent 3. vasárnapján a főtéri városi ünnepségen kerül sor. A díjazott résztvevők értesítést kapnak. Keresik a város karácsonyfáját. Tapolca keresi azt a minimum 10 méter magas, arányos fenyőfát, amely az ünnepi időszakban a főtéren a város karácsonyfája lehetne. Kérik, aki szívesen felajánlana erre a célra a kertjében, esetleg útban lévő fenyőfáját, keresse az illetékeseket a 30-as 565-1130-as telefonszávon, vagy a rendezvényszervezés@tapolcakft.hu e-mail címen. A kivágásra szánt fának darus autóval könnyen megközelíthetőnek kell lennie Tapolca területén, például előkertben, szilárd burkolatú út mentén, villanyvezetékektől megfelelő távolságra. Hangodi László, legendás tapolcai házak, polgári fiúiskolától az idősek otthonáig, a dr. Somogyi József idősek otthona épületének története. Napjainkra a dr. Somogyi József idősek otthona, az a tapolcai világi épület, amely elkészülte óta a legtöbb ember életében játszott szerepet, hagyott nyomot és emléket valamilyen formában, munkahelyként, iskolaként, útra indító alma materként, majd az idők változásával, mint idős gondozási helyszínként. Az intézmény mostani vezetősége úgy határozott, hogy a nagy múltú épület történetét könyvformában is megörökíti, amelynek megírására Hangodi László történészt, főmuzeológust, a Tapolcai Városi Múzeum munkatársát kérték fel. A vezetőség és a kuratórium ezúton kér minden olyan segíteni tudó és szándékozó tapolcait vagy elszármazottat, aki rendelkezik az épület korábbi történetével kapcsolatos iratemlékekkel vagy fotodokumentumokkal, hogy támogassa a kitűzött cél megvalósulását. A kortörténeti emlékek digitális feldolgozás után visszakerülnek a tulajdonosokhoz. További információk: Hadovás János, 20-as 528-17-41. alapitvány.gondviselés@gmail.com. Köszönettel a dr. Somogyi József idősek otthona vezetősége és munkatársai. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Programajánlóval legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velem akkor is, addig is viszontlátásra.